látványos péntek délutánnal ajándékozta meg az angyalföldi Meder utcában sétálókat az amerikai hadsereg és a magyar honvédség. Helikopteres sebesült szállító feladatok gyakorlása miatt immáron harmadik alkalommal szálltak le a katonai forgószárnyasok a kijelölt területen. A Defender Europe 21 nemzetközi gyakorlatsorozat részeként megtartott Blue Sky 21 légi gyakorlat keretein belül az amerikai hadsereg részéről a 12. helikopterdandár két HH-60M típusú sebesült szállító helikoptere, illetve magyar részről a 18-as oldalszámú kutatómentő felszerelésű H-145M hajtott végre leszállást a Mester utca melletti betonozott területen. A gyakorlat forgatókönyve szerint a Veszprém Újmajorban készültségi szolgálatot ellátó helikopterek riasztást kaptak, mivel a Saber Garden 21 gyakorlaton résztvevő katonák közül többen is megsérültek. A forgószárnyasok a sebesültekkel fedélzetükön Budapestre repültek, ahol a már ismert területen leszállva átadták a hordágyon fekvő, illetve a járóképes sebesültet a riasztott katonai mentőgépjárművek személyzetének. A sérülteket végül a Honvéd kórházba szállították, ahol gondos ellátást kaptak. A feladat végrehajtását az előretolt repülés irányító csoport szakembere mellett a tökéletes időjárási viszonyok is segítették. A két egymást követő HH-60M után harmadikként a magyar H-145M érkezett meg, s végrehajtotta a típus első leszállását Angyalföldön a repülés iránt rajongók fényképezőgépeinek és kameráinak keresztüzében.